A Kelvin utca két szem alatti református általános iskola épületén az idén a szokásos nyári munkák mellett egyéb, jelentősebb felújításokat is tervezett a fenntartó. Az iskolában folyó nyári munkákról Földváriné Simon Ilona igazgatónőt kérdeztük. Július első napjaiban, ahogy a pedagógusok elmentek szabadságra, megkezdődtek a felújítási munkálatok. Nagyobb lélegzetű munka volt a parketták csiszolása és festése. Itt a Kálvin út kettes számú épület mind a 11 tantermében ezek a munkálatok megtörténtek, valamint elkészültek a folyosói nyílászárók is. A cserék most jelen pillanatban még nem történtek meg. Augusztus végében várunk ezzel kapcsolatban egy pályázatot, és hogyha erre a pályázatra sikerül rálépni, akkor kicseréljük a nyílászárókat az emeleti és a földszinti folyosókon is, de ha nem jön össze a pályázat nyilván, akkor is ki fogjuk cserélni, mert készen vannak, elkészültek. A nyílászárók cseréjét többek között a fűtés költségei magyarázzák. Ezek a nyílászárók már nagyon elöregedtek, az üvegek is egyszeresek, és tulajdonképpen ez már kibocsátja a hőt, tehát fűtési szezonban mondhatom azt, hogy az udvart fűtjük. Tehát ez már nagyon aktuális volt, és most hál' Istennek ezt sikerült meglépni. Aztán szeretném még azt elmondani nyilván, hogy a tisztasági meszelések is folyamatosak voltak a nyár folyamán. A Varró út 4 szám alatti iskolaegységben a földszinten sikerült egy másik tanárit nagyon szépen berendezni. Klímát is szereltünk föl a nevelői szobákban, mert hát nagyon meleg van szeptemberben és szinte májustól folyamatosan, és itt a Kálvin út 2 szám alatti épület egységünkben is néhány tanteremben szintén klímát szereltünk föl. Kívülről is vannak munkák, de ezek csak javítgatások. Kívül is tulajdonképpen egy kicsit pótoljuk a megkopott meszeléseket, kívülbelül egy kicsit szépítjük az iskolát, de nagyobb volumenű munkák azok voltak, amelyeket az előbb elmondtam, felsoroltam. Néhány hét is indul az új tanév. 460 diák várhatóan szeptember 3-án hétfő reggel megkezdi református iskolánk 17. tanévét. Az új tanév újdonságai között szerepel a tavaly elnyert tehetségpont státusz is. Pályáztunk a tehetségpont cím elnyerésére, és ez sikerült is, ez az Európai Uniós úgynevezett támopos pályázat 2011 novemberében vált ez számunkra teljesen nyilvánvalóvá, tehát regisztrált tehetségpont lett az iskola, és az előző tanév második fél évétől kezdtük meg adminisztratíve is ezt a munkát. Természetesen korábban is ez volt az iskolának a fő profilja. Ez annak is köszönhető, hogy minden évben többszörös iskolánkban a túljelentkezés, és sajnos nem tudunk mindenkit fölvenni. A felvett gyerekanyag nagyon jó, és így lehetőségünk van arra, hogy ezekkel a gyerekekkel tudjuk ezt a fajta gazdagító, dúsító munkát végezni a gyerekek érdekében, most már akkor hivatalosan is. A tehetségpont elvárásait az intézmény több személy és tárgyi felszerelésbeli adottsága is biztosítja. Nagyon meghatározó, említettem a gyerekanyag, nagyon meghatározó a szülők segítsége, amelyet ezúton is szeretnék megköszönni. Nagyon meghatározó egy iskolában a személyi feltétel és a tárgyi feltétel. A tehetséges gyerekek úgymond gondozásához tehetséges pedagógusok is kellenek, tehát
ez irányban a pedagógusaink végezte komoly továbbképzéseket, tehát iskolákat és továbbképzéseket. A tárgyi feltételekkel kapcsolatban pedig azt kell elmondani, hogy minden tanteremben már negyedik éve működik az interaktív technika, tehát a technika adta lehetőségeket is maximális mértékben kihasználjuk. Nyelvi labor, multimédiás labor áll a gyerekek rendelkezésére, tehát én azt gondolom, hogy minden lehetőségünk adott. A tehetségpont adta feladatok végrehajtására komplex programot dolgoztak ki. Kidolgoztunk az iskolára egy komplex tehetséggondozó programot, és ezt a programot 5. osztálytól felmenő rendszerben vezetjük be, tehát most ettől a tanévtől 6. osztályba lép be ez a program. Na most a komplex tehetséggondozó program az átfogja az iskolának az egészét. Ez röviden felvázolva úgy működik, hogy főleg első osztályban, illetve második osztályban még a pedagógusok megfigyelik az úgynevezett tehetségígéreteket, tehát egy megfigyelés történik. Mi abból indulunk ki, hogy minden gyermek valamiben tehetséges. Tehát ez a megfigyelés is gyakorlatilag egy komoly munka. Na most 3., 4. évfolyamon az úgynevezett előkészítő szakaszban már tehetségcsoportok, tehetségkörök alakulnak. Elsősorban 3 tantárgyból, alsóban ugye környezetismeret, magyar nyelv és irodalom, illetve a matematikai logika. Tehát említettem, hogy 3.-4. ez egy előkészítő szakasz. Na most komolyabban a tehetséggondozó munka nyilván felső tagozatban folytatódik. Tehát a programban ezt a 3 területet választottuk. Természetismeret, magyar nyelv és irodalom, ugye ezen belül, illetve a nyelvészet, ezen belül a magyar nyelv és irodalom, valamint az angol nyelv, illetve a matematika. Na most szintcsoportok jönnek létre 5.-6. osztályban, majd később fölmenő rendszerben, és a pedagógusaink a szintcsoportban beválogatott, megadott szempontok alapján beválogatott gyerekek részére egy dúsító, gazdagító programot dolgoznak ki. Tehát itt az a lényeg, hogy itt nem a tananyag elsajátítása folyik, mert az tanórán történik, hanem azoknak a képességeknek és készségeknek a tovább fejlesztése, amivel a tananyagot, vagy a plusz anyagot, plusz ismeretet sokkal könnyedébben el tudják az egyébként is tehetséges gyermekeink sajátítani. Szeptembertől tehát tehetségpontként indul a refi. Az új tanévhez tanároknak, diákoknak egyaránt jó munkát kívánunk.